Boldog új évet kívánok a kedves nézőknek! Önök a Székely Konyha magazint látják. Idén, januárban a Székely Falat termékcsalád boltját látogatjuk meg. Hogy mi történt az elmúlt esztendőben, azt fogjuk kérdezni tőlük, illetve meglátogatunk egy másik boltot is Csíkszeredában, ahol szintén hagyományos székely termékeket vásárolhatnak. Tehát kedves nézőink, 2014. januárjában beszélgetünk Pócs Sándorral. Kérjük, foglalja össze nekünk az elmúlt év tapasztalatait, sikereit, bánatát. Milyen volt az elmúlt, a 2013-as esztendő? Hát a 2013-as esztendő végül is a tapasztalatszerzéssel telt el, ugyanis novemberében írtuk az egyéves születésnapunkat, és ez az egy év sok mindent hozott a mi számunkra, úgy, ahogy tetszett mondani, jót is, kellemetlent is, de ebből tanulva most egy összefoglalóval azt tudom mondani, hogy egy sikeres év volt, mivel a vásárló közönség, visszatérő közönség visszajelzései alapján igény van ezekre a hagyományos termékekre. Ebből kifolyólag a termékcsaládunkat bővítettük is, merészkedtünk bővíteni. Olyan termékeket tettünk még piacra, ami régmúlt, elfelejtett módszerekkel készültek. Ezek között megemlíteném történetesen az üveges májpástétomot, amit tulajdonképpen annak idején is nagymamáink zsírral szigetelték le, nyári hónapokra is, majdhogy nem nyári hónapokig is tudták tartósítani. De az üveges termékeink között nem csak a májpástétom szerepel, hanem a sült hús is, és a sült kolbász is, ami persze majd tavasz felé, a szántásvetés idejére majd elő fog kerülni. A kolbász kompótnak neveztük annó, amikor még édesanyám készítette, és milyen jó volt. Nem lehetett ennyi konzervet kapni, és milyen jó volt, amikor elővettük télen is. Így van, tehát a sült hús is, a sült kompót is, és a kolbász kompót is, ez a tavasz hírnökével előkerült végül is az asztalokra. Tehát a borkános termékekből, az üveges termékekből, tehát háromféle termékcsaládot tudtunk az asztalra tenni. Még elmondanám, hogy az ősz folyamán bátorkodtunk, ugye a hideg gáltával, mint egy rendes disznóvágás idején bátorkodtunk elindítani a véres májas készítését. Na most ez egy kicsit érdekesen indult, mert hány ember, hány család annak idején annyiféle ízvilágot használt, vagy fűszert használt. Ez nagyon érdekes volt, több vidékről visszajelzéseket kaptunk, hál' Istennek segítségképpen, hogy egy kicsit több csombor kell, egy kicsit több vérnek jobban kell érződnie, vagy több rizs kell bele, és végül is egy ilyen közös munkával, a vásárlóink közös munkájával ki tudtuk alakítani azt az ízvilágot, amit most már nagy zömében a vásárlóink el is fogadtak. Tehát van egy nagyon kedves vásárhelyi bácsi, 84 éves, akivel majdhogy nem hetente tartjuk a kapcsolatot, felhív telefonon, a régi ízvilág talán utolsó mohikánja, mondjam úgy, a 30-as, 40-es években a bácsinak tudomásom szerint köze volt a hentesiparhoz, és akkor ő a hagyományos fűszereket ismerve azoknak a jótékony hatását az ízvilágra sokszor tanácsokat ad nekem telefonon, mert minden új termékünket megkóstolja, sőt visszajáró vásárlónk is. Még milyen újításokat hajtottak végre a 2013-as esztendőben? Milyen új termékekkel szolgálnak még a vásárlók számára? Tehát az új termékeink csoportjában, főleg a disznóvágás idejében szokás gyártani a disznófősajtot és a kocsonyát, amit szintén novembertől, tehát november folyamától folyamatosan gyártunk. Na, ez is egy ilyen próbán ment keresztül, a visszajelzéseket figyelembe véve, úgy néz ki, hogy ez sikeres. A kocsonya, ez az, amiről beszélünk. Igen, egy sikeres termék lett, ugyanis itt is megint a szájízek különbségeit kellett egy termékbe beszorítanunk.
Nem beszélve róla, hogy a tepertyű készítés, tehát teljesen egy disznóvágásnak a mindenféle mozzanatát próbáljuk visszaadni a vásárlónknak, és saját magunknak is végtére. Kitette ide nekünk Sándor a tepertőt, de látom, hogy vannak még vadtermékek. Igen. Ugye? Na, ez az újabb próbálkozásunk, ezt szintén novemberben indítottuk el. Tehát vadból készítünk, vaddisznó és szarvas húsból készítünk termékeket. Tehát termékeket tulajdonképpen egy vaddisznó szalámi, egy szarvas szalámi és a vaddisznó kolbász. Na hát ezeknek is a vadtermékeknek az elkészítése is egy kihívás volt számunkra, ugyanis nem igazán tudtuk, hogy hogy is kell elkészíteni ízvilágában és állagában, de szintén régi segítségek, régi emberek receptjei alapján voltak elkészítve, és természetesen hagyományos fűszerekkel. Belemertek vágni? Igen, próbálkoztunk, és ebben a vásárlóink nagy szerepet játszottak, mert visszajelzésképpen örökké elmondták nekünk, hogy hát ők úgy tudják, hogy itt egy kicsit másképp kéne legyen, vagy ott a füstölésnél egy cseppet másképp kéne legyen. Természetesen ezt figyelembe is vettük, mert több vélemény az biztos, hogy azt sugallja, hogy ennek a terméknek így kell lennie, tehát nem úgy, ahogy mi elképzeltük. Melyik a legsikeresebb az új termékek közül? Mit lehet mondani? Hát én talán a legsikeresebbet a véresmájast mondanám, és a kocsonyát, mert a decemberi hónapban meglepő módon nagy mennyiségben kellett gyártsunk, tehát azt jelenti, hogy úgy vérből, mint a többi nyersanyagból elég nagy mennyiséget dolgoztunk fel. Ugye már az is gond volt, hogy a rizsnek a kiválasztása, hogy milyen rizset használunk, már ez is egy külön tapasztalatot igényelt. Több hónapig kísérleteztünk, amíg megkaptuk azt a bizonyos fajta rizset, amit használtunk. Az ízvilágában most már annyira elfogadták a vásárlók, hogy csak annyit mondtak, hogy ez nagyon jó, csak ne javítsunk rajta. Ez finoman fogalmazás, hogy ne roncsuk el a dolgot. De túl sokat ne javítsanak rajta. Túl sokat ne javítsunk rajta, hagyjuk meg ezt az ízvilágot, ahogy van. Mi ezt is szeretnénk továbbra is, tehát nem nyúlunk hozzá a receptekhez. Mit gondol, hogy az üzlet felfeleivel, tehát hogy látja ön, hogy tavalyhoz képes, vagy a tavalyi év folyamán, hogy látják, hogy én azt látom, hogy bővült, megszokták a vásárlók, hogy lehet idejönni. Tehát, hogy ennek ilyen pozitív fejlődése volt ennek a Székelyfalat üzletnek, és az egész gyárnak, meg az elgondolásnak. Igen, egyértelmű. Egyértelmű, hogy egy pozitív évet zártunk. Nem számítottunk ekkora sikerre, mint amekkora sikert értünk el. Továbbra is igény van rá a termékeinkre, sőt, el kell mondanom, hogy internetes honlapon vásárolnak tőlünk termékeket, Kostancától, Mangáliáig, Arattól, Temesvárig, holott nem is ismerik, gondoltuk mi, hogy nem ismerik az ízvilágunkat. De mivel a Rea kérdezésre, hogy hát hogy mernek rendelni, azt mondták, hogy ők már kóstolták meg Brassóban vagy Kolozsváron, ilyen az üzleti út ideje alatt, és addig keresték a címkénken a mi címünket, ameddig felvették a kapcsolatot velünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy egész Romániában szállítunk, Moldovától Olténiáig szállítottunk már magánszemélyeknek terméket, tehát nem csak az üzleteinkben, hanem az országban is felfigyeltek ezekre a termékekre. Nagyon jól tudják, hogy ha valamire mi azt mondjuk, hogy nincs benne adalékanyag, akkor az úgy is van, tehát a székely ember tartja a szavát. A jövőre nézve vannak-e még elképzeléseik, újítások, sokra gondoltak-e? Igen, éppen ma reggel osztottam meg a tulajdonosokkal. Pont az év végén egy magyarországi technológus, Hajdú Zoltán barátom kísérletezgetése alapján el akarunk készíteni egy olyan termékcsaládot, ami szintén hagyományosan pácolódik, csak azt még talán még nem mondanám el, hogy miről van szó, az legyen a
az elkövetkezendő egy-másfél hónapnak a titka. Persze itt megint számítunk a klienseink véleményére, tehát egy olyan termékcsaláddal akarunk kirukkolni, ahol azok az ízek, azok a fűszerek, amiket használunk, azok semmilyen, még egy 0%-os veszteségben vannak aromában a csomag kibontásáig, tehát a termék kibontásáig. Na most ezt próbáljuk, most van már kísérlet alatt, hogy jöjjünk egy új termékcsaláddal. És csak is azokkal az alapfűszerekkel, amit mostanáig is használtunk. Hát lehet, hogy ez a jó üzlet itt, hogy az ember beleteszi a lelkét, mindig nyitotta a vevők véleményére, mindig újít, mi csak gratulálni tudunk hozzá, és így tovább. Köszönjük szépen, mi ezt tulajdonképpen alkotásnak tekintjük, mert alkotunk olyan dolgokat, amit a szobrászok, festők alkotnak, mi pedig olyant alkotunk, amit minden nap az asztalra kerül a vásárlóink és saját magunk részére is, tehát hogyha a gyerekeinknek ezt visszük mi haza, akkor biztos, hogy teljes szívvel ajánljuk azoknak a vásárlóinknak is, akik eddig már vásároltak, és ettől arra felé fognak a vásárlóink lenni. Tehát mi alkotásnak tekintjük, minden nap kihívás számunkra, mert egy termék sem úgy viselkedik sohasem, vagy egy nyersanyag sem úgy viselkedik, hogy minden nap ugyanaz a folyamat történik vele. Ez pont olyan, aki 20 éve kalácsot süt, egy háziasszony nagyon jól tudja, hogy egy adott pillanatban a kalács lapos lesz, pedig a liszt ugyanaz, az élesztő ugyanaz, a ler ugyanaz, minden. Hát a kalácssal van a baj, valami kimaradt a dologból, nekünk is vannak ilyen pillanataink, de ez nem akadályoz meg, hogy tovább lépjünk. Hát csak sikert a 2014-es esztendőre is. Köszönjük szépen! A 2013-as év elején volt alkalmunk meglátogatni a Székelyfalat húsüzemet, és hogyha már Gyergyóban jártunk, nem hagyhattuk ki azt a gyárat sem, ahol szorgos kezek szilvás gombócot készítenek. A Kendix Frigo gombóc feldolgozó gyárnál vannak, és szeretettel köszöntöm, szívesen vártuk, és meg szeretném mutatni akkor milyen a folyamatokat, ahogy a gombócot készítsük. Jó, tehát szilvás gombócot készítenek, már az elején beszéltünk, hogy ötfélét készítenek. Igen. Miben áll ez, hogy ötféle gombóc? Tehát a tőtelék, ami a fontos benne, szilva, tehintúró, erdei gyümölcs, barack és nutellás, ami a gyerekek kedvence. Tehát csokis gombóc. Most már a gyerekek úgy hívják, hogy csokis gombóc. Jó, és hogyha jól tudom, akkor hagyományosan dolgozzák. Hagyományos, egyáltalán színesítő anyag, vagy mesterséges, semmi nincs benne, minden természetes, minden eredeti anyagból van. Tartósítószert nem tartalmaz, tehát minden eredeti. Köszönjük szépen, akkor most nézzük minden meg a folyamatokat, hogy készülnek. Ez itt a szárazraktár, mint már említettük, ez a szárazraktár, ahol tároljuk a tőteléket és a hozzávalókat, tehát a lisztet, a krumplipehelyt, és akkor menjünk tovább, ahol a munkálatok zajlanak. Jó, köszönöm szépen. És akkor itt van a szilva. Itt van a szilva, fagyasztott szilvából dolgozunk. Daráljuk, és itt olvasszák, ott van a gép, amivel megdarálják, és ez a töltelék, a szilvás gombóznak a tölteléke. Itt már fahéjazzák, vagy van? Nem, miután megdaráltuk, azután cukrozzuk és fahajat teszünk bele. Értem, tehát nem így félszilvát tesznek bele, hanem ledaráljuk. Nem, mert a gépünk nem tudja a félszilvát adagolni, ezért muszáj, hogy ledaráljuk a tölteléket. És itt elő van készítve, amit lehet látni, hogy már a hónapi folyamatot, hogy tudják folytatni reggel a munkálatot, elő van készítve az anyag. Úgyhogy mehetünk a termelésbe, ahol megmutatom, hogy csinálják csináljuk a szilvás gombócot. Ez a tészta dagasztógép, igen, itt készítik a tésztát, kavarjuk a tésztát, és ebből készül a gombóc. Tehát ezen a gépen megdagasztottuk, átvisszük a másik géphez, és ott készül a gombóc. Tehát ebben liszt van? Liszt, tojás,
só, mert ugye pici sót is teszünk a tésztába, hagyományosan, mint ezelőtt, ahogy én is, és nagyanyám, édesanyám még és nagyanyáim így csinálták. Készítették, és mi is úgy próbáltuk tiszta hagyományos házi ízekkel elkészíteni. Itt, amikor a tésztát kiszedik, megdagasztották, kiszedik, akkor átviszik a gépre, ahol a gombóc készül már belőle. És akkor itt készülnek el a gombócok? Itt készülnek a gombócok, igen. Ez dagasztógép, vagy mi? Nem dagasztógép, ez a gép engedi a gombócot, tehát ez csinálja tulajdonképpen a gombócot. Értem, ez elkészít. Ez készíti a tőtelék, az adagoló, azaz adagoló, itt a tészta, és itt jönnek le a gombócok. Tulajdonképpen ennyi a folyamat, a lányok ügyesek dolgoznak, ügyesen dolgoznak mellette, naponta megcsinálnak elég sok adagot, tehát ügyesen dolgoznak. Ez már a késztermék? Ez már a késztermék, igen, csomagoljuk, és szortírozzuk, hogy milyen, minden dobozba más-más termék kerül. Tehát tudjuk, hogy melyik dobozba milyen van, mert címke van téve úgy a dobozra, mint a tasakokra. Tehát ez már a kész eladni való termék. Látom, hogy meg vannak fagyva gombócok, tehát amikor elkészítik, akkor berakják. Igen, ezekkel a szekerekkel beteszik a sokkolóba, ahol mínusz 30 fokon egy óra alatt le van fagyva, és utána már lehet csomagolni. És így kerül az üzletbe. Így kerül az üzletbe, így kerül a piacra, igen. És ezt hogy kell elkészíteni? Tehát, hogyha valaki háziasszony megveszi, ezt hogy készíti el? Hát ez egy jó kérdés, mert többen érdeklődnek, igen. Forró, fővővízbe, nem forró, fővővízbe kell tenni, enyhén sós vízbe, és amikor már a gombócok feljöttek a víz tetejére, még kell hagyni egy 10 percet, ami eredetileg akkor lesz kész, és ehető, hogy följön egy lassú tűzén 10 percet. Pici gyerekeknek adhatjuk, tehát kisgyerekeknek, hiszen nincs benne se adalékanyag, se színező. Mi természetes anyagból van, úgyhogy nyugodtan lehet adni. Ha kéri valaki, akkor van diétásunk is, tehát tojásmentes, igen, ami most a bőtre van készítve, de természetesen mindenkinek ajánlom, mert biztos, hogy házi jellegű. Kedves nézőink, ahogy ígértük, a székelyfalat bolt után meglátogatunk Csíkszeredában egy újabb székelytermékboltot, ami nemrég nyílt, hogy meglássuk, milyen volt a 2013-as év. November 25-én nyílt meg a székelytermékek boltja Csíkszeredában. Arra kérjük meg Önt, hogy összegezze az eddigi tapasztalatokat. Mennyire ismerik az emberek, van-e rá igény, és hogy milyen termékek vannak a boltban? Jó napot kívánok! Igen, ismerik az emberek az üzletet, nagyon sokan fölkeresik üzletünket, rengeteg az ember, aki érdeklődik a termékeink iránt. Amióta az üzletünk megnyílt, van érdeklődés rá, keresik a termékeket, különösen ezeket a házi jellegű termékeket. Mi az, amit lehet vásárolni? Mert sok minden van. Van élelmiszer, látom, de ugyanúgy van só is, tengeri só, lehet kapni különböző szappankészítményeket. Tehát lényegében mire szakosodnak, vagy az, amit a székelytermék vásáron meg lehet venni, azok közül nagyon sok termékbe kerül ebbe a boltba? Nem kerül be minden termék az üzletbe, amit a vásárokon meg lehet vásárolni. Itt ebbe az üzletbe olyan termékek kerülnek be, amelyek rendelkeznek székelyvédjeggyel. Tehát bekerülnek kézműves termékek, különböző tejipari termékek, sajtok, szánák, vajak, bekerülnek hentes termékek, tehát szintén ilyen házi jellegű készítésű termékek, májasok, véresek, kolbászok, nagyon finom házi szalonnáink vannak. Bekerülnek szörpök, lekvárok, szintén a szörpök hidegen készítve vannak, tehát van olyan, amelyik cukrozott, van olyan, amelyik cukor nélküli, hogy cukorbetegek is fogyaszthatják. Vannak kézműves termékeink, kerámiájaink, italok vannak szintén, többféle pálinka, szilvapálinka,
körtepálinka, vadkörte, som, cseresznye, tehát ők szintén rendelkeznek székely védjeggyel, és ezeket a termékeket lehet megvásárolni az üzletünkben. Amit még elmondanék, mézeink is vannak, van 3 beszállítónk, aki szintén ilyen biomézet állít elő, azok is több ízesítésűek, van erdei méz, virágméz, propoliszos, repceméz, tehát többféle választék van. Fogják-e bővíteni ezt, vagy mennyire tudják azok, akiknek székely termékvédjegye van, azok közül, hogy ide be lehet hozni terméket, és itt lehet árusítani? Mi a tapasztalat? Hát a tapasztalat, én nagyon reménykedek, hogy ez fog bővülni az egész. Tehát nekünk itt az a célunk, hogy a helyi termelőket segíteni, tehát a kis termelőket segíteni, hogy ne csak a vásárokon, és ne csak minden hónap 3. szombatján lehessen ezeket a termékeket megvásárolni. Itt, ami fontos, hogy minden nap nálunk az üzletben meg lehet vásárolni ezeket a kistermelőknek a termékeiket. Tehát, hogyha valaki akar, és van székely védjegye, akkor behozhatja tárgyalhat önökkel? Igen, tehát kell rendelkezzen székely védjeggyel, az, hogy a termék bekerülhessen az üzletbe. Jó. Milyen tapasztalataik vannak? Mennyire keresik az emberek az üzletet? Azt már elmondta ugyan, hogy nagyon sokan, de valószínűleg azért még kevesen tudják, hiszen csak november óta nyílt meg. Igen. Tehát vannak még olyan személyek, emberek, akik nem igazán találják az üzletünket. Tehát ami még fontos lenne, a reklám. A másik, hogy mi az a termék, ami megvásárolható az üzletbe. Mert rengeteg ember van, aki bejön, és egyszerűen csak szétnéz az üzletbe, mert nem tudja, hogy mi az a termék, amit meg lehet vásárolni az üzletbe. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartanám, hogy egy reklámot, hogy igen, hogy ezt és ezt a terméket meg lehet vásárolni az üzletbe. Vagy mik azok a kézműves termékek, vagy mik azok a sajtkészítmények, vagy kiktől vannak azok a termékek, ugyanúgy a hentesnél is. Tehát egy kis prospektus azért így van, jó lenne, így hogy van. A vásárló is tudja van, meg, igen. Lehessen informálódni belőle. Az ünnepek alatt sokan keresték fel az igen, üzletet? Igen, rengeteg vásárlónk volt, tehát karácsony előtt is és szilveszterkor is. És tehát olyan napok voltak, hogy még 3-szor is kértünk terméket a beszállítóktól, hogy hozzanak valamit, mert ha nem üres az üzletünk. Mik a 2014-es évre a terveik? Bővítés? Hát szeretnénk bővíteni az üzletet, ugyanakkor még termelőket bevonni, hogy több termék legyen az üzletbe. Fönt az emeleten szeretnének egy ilyen reggeliző tejázót készíteni, tehát ez a 2014-es évi terv. Aztán ezt is majd meglátjuk, hogy mennyire fogják igényelni, igen, hogy mennyire fogják igényelni, hogy ez megvalósuljon. És akkor ott lehet majd, gondolom, házi kenyeret házi és a termékekből így van, házi kenyeret, teját, szánát, kiflit, tehát ilyen reggelizőt szeretnének kialakítani. Hát mi sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, Kedves nézőink, önök a Székely Konyha magazint látták. 2014-ben boldog új évet kívánunk még egyszer a kedves nézőknek. 2 boltot látogattunk meg, ahol székely falatot, illetve székely terméket lehet vásárolni. Vásároljanak önök is minél több székely terméket, és nézzenek minket 2014-ben is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!